Vendégünk a Móricz Zsigmond Színház igazgatója, Kirják Róbert. Jó estét, szia Robi! Jó estét, szia! Hát ez a 2019-es év, ez gyakorlatilag olvasópróbák garmadával kezdődött, és ezzel a lendülettel folytatódik is, nagyon sok új bemutatóval és a színház nézőinek kedvenceivel, úgyhogy úgy gondolom van munka bőven. Mesélj egy picit ezekről az új előadásokról. Ez kicsit újdonság is a színház belső működésének a életében, ha lehet így fogalmazni. Korábban az volt a jellemző, hogy a bemutató január közepén, január végén volt, de minden évben azt tapasztaltam, hogy a próba folyamat, ha karácsony közbe kell ejteni, akkor egy kicsit szétesik. Uh-huh. És átszerveztem a próbafolyamatok kezdési időpontját, ezért az Oszkárnak és a Balfáccának a premierje az megvolt még december hónapban, így az új próbafolyamatokat januárban kezdtük el. A másik változás pedig az volt, hogy nem is tudom hány, lehet, hogy 20 éve vagy még régebben, a két ünnep között saját előadásokat nem játszott a színház. Tavaly már a vendégelőadásokat bevezettem, illetve 17-ben, most már nem tavaly. És azt láttam, hogy annyira népszerű Nyíregyházán a két ünnep közötti előadások játszása, hogy mindenképpen ezt a vonalat tovább kell vinni. Ezért körbenéztem, és azt láttam, hogy olyan sikeresek az előadásaink, hogy miért ne játszanánk sajátokat, miért kell ide vendégeket hívni. Igen, ám, de a társulat megszokta, hogy karácsonyi időszakban ők pihenhetnek. És azt a kompromisszumos megoldást találtam ki, hogy január első hetében megkapják a pihenőhetet, és a két ünnep között viszont játszanak, amivel ugye plusz pénzt kereshetnek, ez mindenkinek tetszett, úgyhogy úgy néz ki, hogy ez a módszer bevált. Ennek a folyamánya tulajdonképpen, hogy januárban rögtön elkezdtük a Hamupipőkének, a Kékbolygónak és a Kalucsninak is a próbáit, amik szépen haladnak. Pont az jutott eszembe, hogy valamelyest igen, mind a két dolognak van létjogosultsága, mert egyrészt egy olyan előadást megnézni, amit nem láthat az ember mindig, annak valóban van egy ilyen ajándék jellege, akár meg is lehet lepni a barátainkat egy-egy ilyen színházjeggyel. Ugyanakkor meg, ha olyan hangulatúak az előadások, amivel már egy kicsit felkészítenek, vagy kikapcsolnak az ünnepekre, akkor azt gondolom, hogy szintén hát az illatszertár az tipikusan ennek a példája. Egyébként már valószínűleg nem is tűztük volna műsorra az előadást, bár olyan szép díjakat nyertünk vele, hogy ez egy plusz reklámot hozott nekünk. Azt talán nem is tudják sokan, hogy a díszletet az Egri Színház megvásárolta, viszont én egy opciós jogot beleraktam, december 15 és december 30 között vissza kell szállítaniuk a díszletet, a karácsonyi ünnepeket, tehát nem kellett illatszertár nélkül megcsináljuk. Igen, hát hatalmas ez a díszlet, egyébként reméljük, hogy vigyáznak rá, hogy mindig sérülésmentesen visszakerüljen. Muszáj nekik vigyázni. Egy másik nagy örökzöld és nagy kedvenc a meseautó, amelyet ugye láthat a nyíregyházi publikum, gondolom, hogy nagyon szeretik. Milyenek a visszajelzések? Hát azt kell mondjam, hogy a kinevezésem óta ilyen népszerű előadás nem volt. Átléptük most a 15 ezres számot, tehát több mint 15 ezer nyíregyházi vagy nyíregyháza környéki lakó láthatta ezt az előadást. Tényleg abban a pillanatban, ahogy meghirdetjük az előadást, azonnal látjuk, hogy elkezdenek fogyni a jegyek, és általában egy-két nap alatt minden jegyet el is adunk rá. Tehát elképesztő ez a népszerűség. Tudtam, hogy szeretni fogják ezt az előadást, de ez még engem is meglepett. Ugye, és itt van már a szabadtéri színpad, most már lassan reméljük, bár most álltak hetekig esni fog a hó, de azért csak jön majd a tavasz és a nyár akkor ugye szabadtér meg Vidor, tehát gondolom, hogy már ezek a tervek is valahol kovácsolódnak. Lehet-e valamit ezekről elárulni? A napokban már nekiültünk a Vidor Fesztivál színházi programjának hát nem mondom, hogy válogatásának, most egyenlőre még csak a jelöléseket kezdjük feldolgozni. Úgy néz ki a folyamat, hogy októberben kiküldjük az összes olyan színháznak a meghívót, akik szoktak vígjátékokat csinálni, és december végéig volt meg a lehetőségük, hogy jelöljenek előadásokat. Ezt mi januárban feldolgozzuk, átnézzük, kiosztjuk egymás között a kollégák között, hogy ki mit fog megnézni, és utána március-áprilisban elkezd kialakulni a színházi programnak a végleges forgatókönyve. A másik vonal ugye a főtéri koncertek,
ott pedig szintén elkezdtük az átgondolását, hogy korábbi években mik voltak nagy sikerek, mi az, amit esetleg vissza akarunk hívni, illetve mit szeretnénk újdonságként behozni a fesztiválra. Ez egy kicsit összetettebb, bonyolultabb dolog, de teljesen az ilyenkor megszokott ütemtervnek megfelelően haladunk. Anélkül, hogy én most udvarolnék neked, Robi, néhány éve, amikor ugye belekerültél ebbe a székbe, akkor annak ellenére, hogy azért ott a Móricz Zsigmond Színházban szocializálódtál, gondolom, hogy azért volt benned egy kis ijegység vagy feszültség, hogy hogyan is fogsz boldogulni ezzel a feladattal, és most mérhetetlen nyugalom és derű árad belőled. Ez már a rutin, vagy pedig egyszerűen érzed, hogy jól mennek a dolgok, és jók a visszajelzések. Igen, februárban lesz 3 éve, hogy kineveztek, ami számomra egy pillanat, tehát olyan gyorsan telt el ez a 3 év, hogy szinte észre se vettem. És bizony az első év és a második év első fele az nagyon kemény munkával telt, tehát ott tényleg szombat-vasárnap, amikor csak volt egy kis energiám, akkor a színház gondjait próbáltam megoldani. És kinek kellett elsősorban bizonyítanod, a nézőknek, vagy a társulatnak, vagy azoknak, akik megbíztak ezzel a feladattal? Tulajdonképpen vagy három magadnak. Irányú ez a dolog. Tehát én mikor kineveztek, akkor volt egy bizottsági ülés, és feltették nekem a kérdést, hogy 5 év múlva, ha lejár a kinevezésem, akkor hogy képzelem el a színházat? Én 3 dolgot mondtam, az egyik, hogy a nézők, leginkább a nyíregyházi nézők szeressék a színházat, a második, hogy a szakma elismerje a színházat, a harmadik pedig, hogy a társulat jól érezze magát a bőrében, elégedett legyen, olyan rendezőkkel dolgozzon, akiket kedvel és sikerre viszi a darabokat. Tehát ez a 3 dolog volt, amit én magamban elterveztem. És hát mondhatom, hogy ezek a dolgok így szép egymás után megvalósultak, és a 18-as év az végre a szakmai sikereket is meghozta, a nézőszámunk folyamatosan emelkedik, és hát ezt ugyan a társulattól kellene megkérdezni, de én azt gondolom, hogy ők is jól érzik magukat a bőrükben. Nos, hát akkor talán most ez már látszik rajta. Igen, én is azt szerettem volna mondani, hogy most már az izmok azok ugye kifejlődtek, és most már azt nem mondom, hogy kevesebb energia befektetéssel, de minden esetre nagyobb mosollyal és több derűvel lehet akár a Vidámság és Derű országos fesztiváljára készülni, vagy bármi másra, ami a Móricz Zsigmond Színház házatáján történik. Nos, hát akkor kívánunk a társulat tagjainak is nagyon szép évet, sok-sok tapsot a nézőktől, és azt, hogy a nézők szeretete maradjon töretlen. Köszönjük szépen. Köszönöm, Robi. Én is.